Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit János evangéliumából a következő igével. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek száz juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja -e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet. És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszen egy kicsinyek közül. Megváltottságunk arra hív bennünket, hogy újjongjunk és örvendezzünk, zengjük Isten dicső nevét és magasztaljuk őt. Ez az öröm a Krisztushoz tartozás érzésének a kifejeződése, és talán több is ez, mint egy érzés, mert jóval túlmutat azon, az egész életet határozza meg. Isten magasztalása, a úsvéti csodából fakadó öröm, ami teljesen átjárja azt, aki hiszi, megéli, és elfogadja azt, hogy Isten nem csak megteremtette, hanem drága áron meg is váltotta Krisztus által az életét a halál hatalmából. Minél mélyebben, minél elveszettebben érzi magát valaki, a megváltás annál nagyobb erővel hat az életében, ha nyitott a befogadásra, ha kitárta a szívét, az, aki elvétette az utat, amit Isten kijelölt számára, akkor, akkor csodálatosan fogja megtapasztalni, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És sokszor nem is a mi vágyainknak és elképzelésünknek megfelelően válik a lehetetlen lehetségessé, az ő mindenható kezében. Az eltévet jó példázata a mai igényben Jézusnak az irántunk való szeretetét fejezi ki. Azt a kitartó szeretetet, amelyel nem hagyja egyikünket sem a nélküle való élet elveszettségében. Csodálatos módokat készít elő a vele való találkozásra, igazi mentő akciókat szervez az eltévet jóaknak, az ember utólag szemlél egy-egy ilyen megkeresést, amelyben önmagát vagy egy szeretét szólította meg az Úr, akkor elámul azon a munkán, amely nem hagyja érintetlenül a többi 99-et sem. Mindig vannak egy ilyen történetben olyanok, akik ha látják az örök életre való megmentés csodáját, akkor utána az bizonságtétellé válik a számukra, az ő megkeresés történetükké válhat egy-egy ilyen történet részlet. Legyen az egy a kórházi ágy mellett az örök életről halló ápoló, vagy a mindent meghaladó Krisztusi szeretet vigasztalását átélő családtag. Bár azt látjuk, hogy a pásztor ott hagyja a 99-et, hogy megkeresse az egyetlen eltévedtet, de valójában mind a százzal egy a szándéka, hogy este, amikor betereli őket a karámba, mindannyian együtt legyenek, és ráadásul ő is ott lesz velük. Mindegyik bárány egyaránt fontos neki, mindegyikért megteszi hát, hogy utána megy. Amen.